A kormány döntött a nyugdíj kiegészítésről, ez szerint közel fél havi nyugdíjukat fogják pluszban megkapni az idősek novemberben, hangzott el a csütörtöki kormányinfón. A nyugdíj emelés összege egy 6500 forint, így az átlagos nyugdíj összeg havi 217 ezer forintra nő. Éves szinten ez azt jelenti, hogy 85 ezer forinttal kapnak többet a nyugdíjasok. Az emelés első kézzel jele az októberi nyugdíjban jelentkezik, mivel az emelést visszamenőleg is kifizetik. Így novemberben mint mint egy 78 ezer forinttal érkezik több a nyugdíjasok számlájára. Gulyás Gergely a miniszterelnökséget vezető miniszter az újságírói kérdések előtt beszélt az uniós pénzekről, az ukrán gabonáról, a külső határvédelem fontosságáról is, valamint kiemelte, hogy 2024 a gazdasági helyreállítás éve lesz. Novemberre megvalósulhat az egyszámjegyű infláció és a térség legnagyobb gazdasági növekedését várhatjuk jövőre Magyarországon.